Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata, azaz a TISZPOL műveleti csoportjának éves akcióterve alapján most újra háromnapos ellenőrzést tartanak az utakon. A rendőrök ma délelőtt Nyíregyházán a Sóstói úton is ellenőriztek. A TISZPOL akció célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrök kiszűrése. Ezzel ugye hozzájárulunk a közlekedés biztonság javításához. Mint ahogy látható, valamennyi gépjárművet megállítja a kollégáim, valamennyi járművezetővel szemben alkoholtesztet alkalmaznak. Arra, hogy mi számít ittas vezetésnek és nem, azt tudom mondani, hogy senki ne fogyasszon alkoholt, úgy ne üljenek volánba. Egyébként az elektromos alkoholteszter készülékek a legcsekélyebb fokú alkoholos befolyásoltságot is kimutatják, melynek létezik szabálysértési, illetve bűncselekményi alakzata is. A férfi, aki ezt az autót vezette, már bűncselekményt követett el, olyan magas alkoholszintet mért a szonda, hogy végül vérvizsgálatra is elvitték. A mostani TISZPOL akció december 16-a és 18-a között tart.